to be free. Come together, right now, over me. Latin-amerikai zene, a Karibittel. Most pedig nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, Kovács Balázs és György. Egyforma, mint két tojás. Melyikőtök? Balázs, Gyuri. Igen. Balázs és Gyuri. Igen. Szervusztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és igazán nagyon boldog vagyok, hogy eljöttetek hozzánk, hiszen amit az imént énekeltetek számot, azt hiszem, hogy tulajdonképpen szinte mindenki ismeri. Ma, amikor a világ annyira megváltozott, hogy tényleg ez a techno, meg a house, és mindenféle szintetizátor és komputer zene világában, azt hiszem, mindenki nagyon vágyik az élő zenére, és az igazi régi dallamokra. És azt hiszem, hogy ti mindent megtesztek azért, hogy a régi nótákat, a régi dallamokat visszahozzátok. De én most már nagyon sokat beszéltem, ti meséljétek el. Testvérek vagytok, mint látjuk, igen, olyannyira, hogyha jól látom, egypetélyű ikrek vagytok, hiszen igen, rettentően igen. Hasonlítotok egymásra. Honnan az ötlet, mikor kezdtetek el énekelni? 1995-ben kezdtük el az elektronományainkat. Mi is felköltöztünk, mi is sokan fiatalok vidékről Budapest, hogy énekelni tanulhassunk. Sikolga nőnél kezdtük a hangképzést, majd ezt követően Vájévához kerültünk át hangképzésre. Pluszként Favéver a korrepetitorunk. Sajnos 2000-ben eltávoztak, és jelenlegi tanáraink az Holzer Irma hangképzés és Garai Attila korrepetitor. Ti mint testvérek. Igen.
Van-e köztetek összetűzés, vitatkozás, hogy melyik nótát válasszátok, hogy most ezt énekeljük, vagy azt énekeljük, vagy hogyha esetleg a magánéletben van valamilyen problémátok, az szokott-e problémát jelenteni akkor, amikor együtt dolgoztok, énekeltek? A testvérként, általában ugye a testvérek néha-néha össze szoktak kapni, nekem is van két fiúgyermekem, bizony nagyon sokszor előfordul, hogy vitatkoznak, veszekedtek, nálatok is előfordul ilyen? Nem, az igazság, hogy nem szokott előfordulni, mivel minden dalt, amit megtanulunk, azt én is tudom, a testvérem is tudja, szóval választás a lehetőség az úgymond mindegy. És mi szerint döntöttétek el, és szerintem nagyon jó választás volt, hogy ilyen zenét, illetve hát a régi igazi nótákat hozzátok vissza, és azt fogjátok énekelni? Kicsi koromtól kezdve szeretjük a tánczene világát, és azért is választottuk követ között a elhangzott dalt, a Dobos Attila szerzeményeit, Örök zöld slágereit, mert ez is közel áll hozzánk, de mind a mellett foglalkozunk amerikai standardek, illetve jazz standardek tanulmányaival, a Garai tanárulmán. Terveztek-e olyasmit, hogy saját magatoknak írattok zenét, illetve szöveget, esetleg szeretnétek, gondolom, mint általában minden énekes megjelentetni egy CD-t, illetve kazettát, egyelőre van egy erre módotok és lehetőségetek, vagy kerestek esetleg szponzort, olyat valakit, aki felkarol és segít benneteket? Hát igen, szeretnék ezen a pályán dolgozni, hosszú távon gondolkozunk. Hát új dalunk területén már van új dalunk, ezzel bemutatkoztunk, nem tudom, ha szabad kimondanom a TV csatornának a nevét. Inkább nem, tehát egy másik TV csatorna, a Poprock és Táncdal Fesztiválján próbálkoztunk, ott döntősök lettünk. Gratulálok! Köszönöm szépen, és azzal mutatkoztunk be a közönségnek. Nekem nagyon tetszett, amit csináltatok, és még szerepelni fogtok, úgyhogy nagyon igen. Szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Azonban most a férfiak kedvére következzék egy kis hastán. Fogadják nagyon sok szeretettel.
Zephyrach. Ugye, hogy elbűvölte önöket is? Nekem külön tetszett, hogy nem az az igazi lassú keleti zene, hanem egy kicsit ilyen pörgős ritmusú. Szerintem mindenkinek tetszett. Ugye önöknek is? De folytassuk tovább a műsort, hiszen az imént Erdélyi Csillával beszélgettem, aki, ha jól emlékeznek, az Egy húron pendülünk énekkar vezetője. Ám de ő nem csak tanít, hanem maga is énekel. Nézzük meg, hogy ő maga mit tanít, vagyis hogyan énekel. Az, aki tanít, az valóban tud is énekelni? Na, bizonyosodjunk meg róla. Erdélyi Csilla! Sosem értem meg, mikor téged látlak, hogy miért kínosz úgy a magány. Yeah. Annyi szép nap ír, annyi élmény várhat, minden érted van, ezt látnom kell. Kérlek, ne add el, ebben bíznod kell. Nagyon szépen köszönjük Erdélyi Csillának. Na mit szólnak? Ugye gyönyörű ez a kis hölgy? Darázs Rebeka vagy, hogyha jól emlékszem, ugye? Te pedig Szász Anasztázia. Szerbusztok. Reményi Béla. Igen. Nem először nálunk, hiszen nagyon sokaknak tetszett a műsorotok. Nekem meg a két hölgy, hazavihettem őket. A szülőkkel kell megbeszélni, tudom. Mesélj magadról, mi újság veled, hiszen nem olyan régiben, hát most már lassan-lassan múlik az idő. Igen. Stílust váltottál, és egy kicsit a magyar nóta felé úszkálsz. Mi van veled? Próbálok úszkálni, még mindig. Még mindig csak próbálsz? Elég nehéz dolog, de remélem, hogy azért pár hónap múlva azért még többen hallanak rólam, meg ismertebb leszek ezzel kapcsolatosan is. Tehát idő hozza, tehát ennyit tudok mondani. Hogy találtad ki, hogy két ilyen gyönyörű hölgyet állíts magad mellé? Nem mondom, nagyon sokan azt a koncepciót választják, hogy egy komplett tánc csapatot, természetesen mindenki hölgyeket, gyönyörű alakkal, és hagyd ne soroljam, na de hát azért ilyen ötlete senkinek nincs, hogy két ilyen gyönyörűséges, fiatal hölgyet válaszol. Hát nincs ember, akinek ne lopnál a szívét, a mosolyuk, ugye? A pillantásuk, a piti szemük, a szám, mindenük. Én legszívesebben meg is. Ez egy véletlen. Hogyan jött ez? Hiszen ha jól emlékszem, neked a nagylánya keresztlányod. Igen, a keresztlányom. Spontán jött ő is, például a Rebeka. Kimondottan úgy jött, hogy az édesanyja egy olyan helyen dolgozik, ahol megismerkedtem velük, és ugye ötletként kislány modellkedik. Igen? Bizony. Modelliskolába jár? Bizony. Egyrészt, meg hát ő lassan ismert arca is lesz a tévékben.
És hát miért ne? Kicsi korában kezdve az ember, nem? Én is kicsi koromban színészkedtem, táncolgattam már akkor is. Elárulod nekünk, hogy hány éves vagy? 5 és fél. 5 és fél? Bizony. És mikor mész iskolába? Azt még nem tudod? Nagy csoportos vagy, vagy középsős? Nagy csoportos. Hát akkor lassan-lassan jönnek az iskolai évek. És te hány éves vagy? Én 9, de 10 leszek. És mit éreztek ilyenkor, amikor eljöttök fellépni? Milyen érzés a televízióban szerepelni, ott állni a Béla mellett és táncolni? Jó érzés, nagyon jó. Szoktatok sokat gyakorolni? Megbeszélitek vele, hogy most éppen milyen koreográfiát kell csinálni? Vagy rátok bízza, és úgy táncoltok, ahogy nektek jól esik? Ránk bízza, ahogy jól esik. Igen? Igen. És te? Te szeretsz együtt lenni? Többiekkel is táncikálni? Hm? Kicsit szégyellős vagyok, igen, de majd én ezt kifogom nőni. De odakint meg éppen azt néztem őket, és úgy kell csitítani őket, hogy táncolnak, gyakorolítják egymást, és mondom, ideben kell megmutatni ezt, és odakint pedig külön ott mutogatják egymástak a dolgokat, tehát érdekes. Tehát persze, egyértelmű, hogy a lámpafények meg a kamerák. Megvannak illetődve, egy kicsit sokan vagyunk, és mindenki ismeretlen. Természetesen, valószínűleg nagyon sok fellépés vár rátok így együtt. Biztos, garantálom, hogy lesz. Mik a tervek a jövőről? Egy picit beszéljük. Mit szeretnél elérni? Mik a célok? Mindenképpen ezt a, mondjuk oké, hogy a magyar nóták modern változat van. Tehát ugye, hogy a háttérzene másképpen szólal meg. Szeretném úgy, mint hogy régebben is mondtad, hogy a szövegek ugyanazok, tehát azon nem változtatom. Tehát a szövegek megmaradnak, mindez a hangszerelés változik, meg egy kicsit populárisra szeretnétek tenni a magyar nótát, hogyha jól értem azt, amit mondasz. Terve szerepele, hogy esetleg megjelenjen valamilyen CD? Szeretnék mindenképpen, és hogyha minden jól megy, akkor gondolom, hogy az év vége felé, szeptember-október felé. Van rá remény, hogy esetleg... Van rá reményem, reményének is így, tehát mindenképpen szeretném megoldani ezt, hogy hasonlóak ezzel a dolgokkal. Tehát én ehhez minden jót kívánok neked. Köszönöm. Annyit még árulj el, hogy amikor fellépni mentek, mindenhová viszed magad el ezt a két gyönyörű hölgyet? Mindenképpen úgy szeretném kialakítani azt, hogy napközben legyen, mert mi vagy éjszakai dolog, eléggé nehéz, mert tehát fáradtak. Természetes, valószínűleg ő is többek között mindenképpen azért nem akar beszélni. Napközben dolgok, ez magyarul mondom, hogy délután 5-6 óra magasságában az még jó nekik, de ez a 11 órai tájékoztatás. Ez nagyon késő, hiszen késő. Akik nem tudják esetleg, ez egy élő műsor, tehát nem előre felveszünk, amit most önök otthon látnak, az éppen ebben a másodpercben, pillanatban történik, úgyhogy lassan-lassan nem ártana őket elengednem haza, hiszen nagyon picik és bizony nagyon késő van. Úgyhogy folytassuk is tovább a műsort, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, szépen. Még többször fogunk veletek találkozni, és most megint egy picire kis latin-amerikai zene, egy kis konga, egy kis ilyen, egy kis olyan, szóval a Karibit! Me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños de colmo. Sufro la ira.
siento, me dejaste cosa buena y me he quedado. Mírame, yo solo quiero llegar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Oye, ve, no sé, no sé lo que está pasando, que está tocando el Caribe, todo el mundo está gozando. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Latin-amerikai hangulat. Fel szeretném hívni azonban az önök figyelmét, hogy mondjuk egy olyan 10 perc múlva kellene nekem telefonálni, és azt szeretném kérdezni a kedves telefonálóktól, hogy hívják azt az énekart, aki ma már... Örgöm, hát ez az, hát ez ma... Sem nélkülem élni nem tudok, de nehéz elmondanom. Csiki-csuki állapot, se veled, sem nélküled élni nem tudok. Szabadulni tőled én többé nem fogok. Micsoda éjjel és micsoda érzés, azt hittem nem más, csak futókaland. Várom, hogy csenges, várom, hogy felhív. Szeretném hinni, hogy velem maradsz. Nevetve élek, de akarom őt. Keresem őt, szeretem őt. És mint egy kártyajátékos, mindent egy lapra tettem felé. Se veled, sem nélküled élni nem tudok. De nehéz elmondanom. Csiki-csuki állapot, se veled, sem nélküled élni nem tudok. Szabadulni tőled én többé nem fogok. Ha mellém jutsz végre, és együtt van minden, úgy érzem jobb már nem is lehet. De eljön a reggel, s vele egy új nap, talán már más kell, így nem lehet. Nevetve élek, de akarom őt, keresem őt, szeretem őt. És mint egy kártyajátékos, mindent egy lapra tettem felé. Se veled, sem nélküled élni nem tudok. De nehéz elmondanom. Csiki-csuki állapot, se veled, sem nélküled élni nem tudok. Szabadulni tőled én
la 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 la. Se veled, se nélküled élni nem tudok. Szabadulni tőled én többé nem fogok. Élni nem tudok, de nehéz elmondanom. Csiki-csuki állapot, se veled, se nélküled. Élni nem tudok, szabadulni tőled én. Kovács Balázst és Kovács Györgyt hallhatták. Azonban most Karibit együttes. Szervusztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szervusz. Hát eddig nem sikerült nyugton maradnom, mert ezt a latin-amerikai zenét szerintem nem csak én, hanem nagyon sokan szeretitek. Mikor alakult ez együttes? 7 évvel ezelőtt alakult, és azóta folyamatosan együtt vagyunk és játszunk. Éppen említetted egy pár perccel ezelőtt, hogy majd a emberek szeretik az élő zenét, az élő ritmust, mert a miénk ilyen. Hát én ennek nagyon örülök, de egy fél percig megszakítjuk a riportot, mert hogyha igaz, akkor van telefonálónk. Halló, halló, jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Itt vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm. Hogyan szólíthatom? Áginak hívok. Üdvözlöm, Ági. Tudja esetleg a választ a kérdésünkre? Hát szerintem a megfejtés az a egy húron pendülünk. Gratulálok. Akkor most beszéljük meg, hogy mit fog nyerni. Van Fülöp Ervintől egy érintés nevezető kazettánk, ő pánsípos. Endrődi Évától és Berentei Pétertől a mi dalunk szól. Harangozó Teri, minden ember boldog akar lenni. A Jamana együttes Sörhasú Dagadt, ők egy kicsit reppesek. Aztán van egy kicsit olyan mulatos technónk az új technőtől. Az Atlantis együttes, Marshall együttes, Jocó és a Gypsy Life, és természetesen itt a végén Komáromi Pistitől a Vasárnap. Melyiket szeretné? Sokat mondtam egyszerre. Tessék? A technőnek. Kazettáját vagy a CD-jét? Hát a CD-jét, ha lehet. CD-jét, természetesen. Ha elfárad hozzánk ide a televízióba, természetesen majd a jövő héten hétköznapokon, munkaidőben, az Orci út 44-46B alá, akkor ott meg fogja kapni. Természetesen most ne tegye le a telefont, beszélje meg a kolléganőmmel, hogy hogy hívják, és akkor mindent meg fog tudni a továbbiakról. Fáradjon be hozzánk, és gratulálok. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Elnézést, hogy megszakítottam a telefonálóval, menjünk tovább. Hogy sikerült egy ilyen emberre szert tenni? Hát ő aztán igazán ismeri a ritmust, hiszen neki tanulnia se kell, hogyha jól tudom, nektek benne van a véretekbe. Hát, azt szokták mondani, mi európaiak azt mondjuk, hogy nektek aztán benne van a véretekbe. Ebben, hogy mondjam, talán van egy ilyen késő igazság ebben a dologba, de nekünk is tanulni kell. Tűnnél Kubában elég kemény és elég tágos kubai zeneiskolák léteznek. Csak egy nagy, éppen ezért nagy a verseny, és aki onnan jön ki, mint zenész, az tényleg zenész. Szóval ott elég kemény a pálya. De szerintem nagyon jó csend, amit csinálsz. A konga az eredeti hangszer, vagy esetleg más hangszeren is tudsz játszani? Én tulajdonképpen főképpen énekes vagyok. Uh-huh. De a munkás során volt egyszer, amikor a kongásunk hiányzott, és akkor azzal a feladatot találtam onnan szembe, hogy na most nem csak énekelni kell, hanem egyszerre kongázni, és onnan jött ki az egész ötletet, hogy akkor meg kell tanulnom a hangszeren játszani. És ment. Hogyan ismerkedtetek össze? Már nem emlékszem. Ezelőtt a zenekar előtt is játszottam egy-két olyan zenekarban Magyarországon, akik ilyen latin zenével próbálkoztak, és egy ilyen fellépésen találkoztunk, meghívott vendégművész volt Lucio Dominguez, és akkor határoztuk el együtt, hogy csinálunk egy zenekart.
Mi végül is ennek a kubai zenének a úgynevezett szalsza irányvonal, ami már nem igen, csak... Igen, én láttam is, hogy ő a szalsza ritmusait az énekes hölgyel együtt. Igen, tehát nem csak az autentikus kubai zene, hanem ez a mai modern zene, és erre említette Lucio azt, hogy ezt a zenét már komoly iskolákban tanulják. Tehát ugyanúgy, mint nálunk a népzene, esetleg a népi emberek ugye az egyszerűbb népzenét játsszák, de a magasabb szinten már tanulni kell szó komoly iskolában. Soroljuk el, hogy kik vannak még a zenekarban, ki van mondjuk a szintetizátornál, a dob mögött, és itt sorba létszik. Igen, a szintetizátornál Schmidt Mihály van, doboknál és különböző egyéb latin ritmuson szeretnék Bertalan László, és a másik szólista énekesünk Barnarita. Ha jól tudom, bár még önálló szóló albumotok nem jelent meg, de azért van olyan lemez, ahol hallhatóak vagytok. Igen, megjelent a Magyar Rádió válogatásában egy lemez, annak idején egy latin táncdal fesztivál volt. Azt hiszem két éve volt a Vivo elérésű. Két éve. És ott a első helyezést nyertük el. Gratulálok! Köszönjük szépen, és ebből a fesztiválból a különböző zenekaroknak egy-egy számot található. Hogy jöttél Magyarországra? Valahogy ide kerültél, tanulni jöttél, vagy... Hát én nem is tudom, mondd meg őszintén, hogy miután Kuba tényleg nagyon messze van, és talán most már kezdünk mi, ez a picike kis ország, Magyarország, talán a föld más részein is talán ismerté válni. Te, amikor Kubában éltél, hallottál egyáltalán Magyarországról? Tudtad, hogy mit jelent az, hogy Magyarország és Budapest? Persze. Én nem csak az iskolás tanulások révén, hanem tehát engem mindig foglalkoztatott a világ. A világ. Tehát mindig világjáról szerettem volna lenni. És nem csak azért, hanem egy nagyon érdekes dolog miatt, tudnéli, a 70-es évek végé óta különböző magyar együttesek nagyon népszerűek voltak mi nálunk. Legyünk. Képzeljétek el, hogy az elején, a műsor elején felkonferáltam, hogy van egy plusz vendégünk, egy légy, és hiába mondtam, hogy légy legyen. Enyém. Hadd legyen. Szóval, említettem, hogy néhány évtizedek azelőtt már tudtam Magyarországról, főképpen a szénen keresztül. Tehát nálunk nagyon népszerűek voltak az LGT, Kovaskáti, a fonográf, szóval különböző, sőt voltak is nálunk az LGT, olyan koncerteket csinált nálunk, hogy azt egyszerűen és a kubaiak szeretik a mi európai zenénket? Hogyne. Nálatok, ami minden ritmus, és talán az embernek még a hajszála is folyamatosan csak táncol, és él, és minden, és ott az persze, európai zenét... Szeretjük, persze, mert tulajdonképpen pontosan a kubai nép ez olyan, ami tehát nagyon szeretünk a saját népszerünket, tehát ez a fő, viszont nyitottak vagyunk mindenféle zenére, tehát a komoly zenétől kezdve rap, reggae, diszkó, minden. Ja, megint ehhez szeretném hozzátenni, hogy szerintem egy népnek a kultúrájának az ereje és a művetségi szintje pontosan abban nyilvánul meg, hogy más népeknek a kultúráját mennyire tudja szeretni, elfogadni. Tehát, meg talán az is nagyon sokat számít, hogy ha nekünk van egy kultúránk és nyitottak vagyunk, akkor egy picit össze tudjuk rakosgatni a dolgokat. Olyan. Egy picit innen is elveszünk, egy picit onnan is elveszünk, és ezt az egészet összekeverjük akár mint egy koktél, akkor a végén valami szuper jó dolog lesz belőle. Sajnos abba kell hagynunk a beszélgetést, különben nagyon elcsúszunk a műsorral. Viszont, hogyha jól tudom, akkor most egy kicsit kevesebben fogtok, hiszen ti az énekes hölgyel szaladtok fellépni. Igen, várják a másik helyen már. Következő helyen, úgyhogy rohannatok kell. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Olyan szélesen máskor is. Veletek természetesen még találkozunk, hiszen egész este itt vagytok velünk. Úgyhogy már is folytassuk tovább a műsort, hiszen a két picike